Köszöntöm a Szent Endrem a nézőit! Lássuk elsőként mai adásunk tartalmát röviden. D8 egészségnap. Nagyon sokan vettek részt az ingyenes szűréseken. Képzőművészeti Szabad Egyetem. A szürrealizmus volt a témája a hétvégi rendezvénynek. Utánpótlás verseny. A kinizsi SS sportolói mérték összetudásukat. A hagyományos tavaszi városi szűrőnapot idén is a Vizes 8-as Uszoda és Szabadidőközpontban tartották. A rendelőintézet számos munkatársa részt vett a rendezvényen. A szakemberek tapasztalata az, hogy sokakat mozdít meg a lehetőség, hogy várakozás nélkül kereshetik fel az orvosokat a szűrésekért. A városi egészségnapon ráadásul fizetni sem kell a vizsgálatokért. Azért is jó, hogyha ezeket ahogy csak lehet minél gyakrabban tartjuk, mert egyre jobban átmegy a köztudatba, hogy van olyan lehetőség, hogy ha nem akarok betegként a rendelőben várakozni, előjegyzést kérni, beutalót szerezni, stb. Ide bejövök, és egyszerűen perceken belül meg fogom tudni, hogy mennyi a koleszterin szintem. Ami nagyon nagy dolog most, ez a bizonyos PSA szűrés, ugye? Tudjuk, hogy ez a prostataráknak a szűrésére alkalmas teszt, ami egyébként nem is olyan egyszerű, mert urológus szakorvos beutalója nélkül nem lehet megcsináltatni, úgyhogy szűrés szinten elég kevés helyen érhető el. Ugye ez most nálunk egy nagy pozitívum. De ha körülnéz, akkor a rendelő orvosait, asszisztensnőit látja nagy számban, úgyhogy ilyenkor így kitelepül a SZEI, és megpróbál még többet segíteni a betegeken. Légzésfunkcióvizsgálat, allergiavizsgálat, gégészeti szűrés, talpvizsgálat, ortopéd szűrés, szemészeti vizsgálat, úgyhogy ami így szűrés szinten, azok nélkül, az eszközök nélkül megy, ami ugye már pénzigényesebb, és csak a rendelőben található, ami ide kihozható. Van például szemnyomásmérő, ami glaukóma szűrésre alkalmas. Ez egy nagyon okos kis eszköz, egyszerűen ráfújja a szemre a levegőt nagy nyomással, nem kellemetlen, olyan, mint egy szél érzés, és azonnal meg lehet mondani, hogy van-e glaukómája, valakinek nincs. Régen cseppenteni kellett, kitágítottak a pulzust, várt kint egy fél órát a beteg, visszajött, rátettek a szemére valamit, ami kellemetlen érzés, tönteni kellett a kornát, ehelyett most egy fújás az egész, úgyhogy ezeket mind megpróbáljuk ilyenkor is használni. A tavaszi egészségnapot idén is az Egészséges Városért Közalapítvány és a Szentendrei Rendelőintézet közösen szervezte, a helyszínt pedig ismét a városi uszoda biztosította. Szerettek volna csatlakozni a szűrések éjszakája programhoz, végül azonban ez a terv meghiúsult. Valójában az országos kiemelt szűrőközpontoknak lehetett konkrétan a mammográfia szűréset, amit a fővárosban csináltak, és sajnos nem, de pontosan ezért véletlen egybeesés szándékos, mert azért a programokat úgy szoktuk, hogy egymásra épüljenek szervezni, hogy ez az egészségnap, ami Szentendén a V8-ban van, igazából ezt prezentálja, hogy az országos akcióhoz így módon tudunk csatlakozni. És miután én betegjogképviselő, a főállásom és a hivatásom, ezért azt gondoltuk, hogy a betegjogokkal kapcsolatban is, ahogy szoktunk, lakossági fórumot, tájékoztatót elmondunk, tehát bárki, akinek erre szüksége van, jöjjön, kiadványokat tudunk adni az egészségügyi dokumentációról, magáról, az OBDK-ról, mint új intézményről, aki összefogja ezt a témát, és hát én nagyon szeretném, hogyha közeljövőben lehetősége lenne Szentendre városának is, ami hát természetesen szívügyem és hazám, hogyha a rendelőintézettel be tudnánk kapcsolódni országos akcióba. Pontosan ezért lesz szeptember 6-án az országos népegészségügyi program keretében a szűrőkamion a Dunaparton, és nagyon szeretném ezúton is meghívni mindenkit, hogy jöjjenek el. Országosan is egyre több a betegektől érkező panasz, mondja Gerőcs Katalin. Az ő dolguk, hogy ezekkel a megfelelő helyre irányítsák a pácienseket. Nem kell azonnal ügyvédhez rohanni, nem kell bíróságra rohanni, ugyanis az sokszor csapda. Olyan mértékű költségekbe verik magukat, mint saját maga a beteg, mert ha elveszti, mert nem tudja bizonyítani, hogy ténylegesen milyen kár érte és mi történt. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen mi egy köztes személy vagyunk a betegjogképviselet, a mediációs tevékenységünk révén, tehát én azt gondolom, hogy mi tudunk első körben a legtöbbet segíteni a beteg panaszokban.
elégedetlenségben. A jus murmurandi, a mormogás joga, éljenek vele, nagyon szívesen segítek. Valamennyi egészségügyi szolgáltatónál ki szerepel a betegjogképviselő elérhetősége, tehát én a Szentendrei Kistérség és Pilisvörösvári Kistérségben dolgozom, illetve Esztergom megyében is, és Budapesten az 1. és 12. kerületben, tehát a nagy kórházak azok hozzám tartoznak ezen a részen. Egyértelműen ki van írva, most telefon nem hiszem, hogy érdemes mondani, de keressék. A honlapunkon megtalálják a www.obdk.hu-n, betegjogi képviseletet keressék. Volt anyajegyszűrés, EKG, nyomásmérés, de a kisállattartás veszélyeiről, a zoonózisról is érdeklődhettek a látogatók. Nagyon jó ötletnek tartom az alapítványnak ezt a kezdeményezését, hogy egy picit közelebb hozza az egészségügyet és az állategészségügyet. Úgyis a zoonózis egy olyan fontos kérdés, amiről itt a gerőcskatáiknak jutott eszükbe, hogy erről beszélni kéne, hogy hogyan és miképp kellene az állattartás mellett arra is koncentrálni, hogy az emberek egészsége az igenis veszélyeztetve van a kisállattartással. Itt a legfontosabb zoonózisként a veszettséget szeretném megemlíteni. Egy picit azt látjuk mi állatorvosok, hogy van egy kis lazulás ennek a bizonyos dolognak, bár kötelezettség, és úgy gondolom, hogy egy olyan betegségről beszélünk, ami sajnos gyógyíthatatlan, tehát felhívnám a figyelmet arra, hogy a kötelezettségen kívül a saját magunk jó bevált érdekében is figyeljünk erre a dologra. Az egészségnappal együtt véradást is hirdettek a szervezők, ezen főként a rutinus önkéntesek vettek részt, de a vizsgálatokra érkezők közül is többen ajánlották fel segítségüket. A hétvégén folytatódott a Szentendrei Képzőművészeti Szabad Egyetem program sorozata. A családi szeminárium helyszíne ezúttal a Vajda Lajos Emlékmúzeum volt. Minden hónapban egyszer, vasárnap délelőtt a család minden tagját várják a szemináriumra. A 4 éves gyerekektől egészen a nagyszülőkig készülnek ilyenkor tárlatvezetésekkel és játékokkal. Nagyon elégedett vagyok a munkánkkal, ugyanis valóban kifejezetten pozitív visszajelzések érkeznek. Nagyon örülnek a felnőttek is és a gyerekek is ezeknek a foglalkozásoknak. Most már egy kicsit jobban izgulok a mai napon például, hiszen rendkívül jó az idő, tehát szerencsésebb volt, amikor télen, tavasszal tartottuk ezeket a családi napokat. Most kíváncsi vagyok, hogy az eddigi tapasztalatok, a gyerekeknek az eddigi élményei újra elhozzák-e, hogy elhozzák a szülőket, és újra szeretnének-e részt venni. Ez egy ilyen próba lesz a mai napon. Ezen a napon dr. Pataki Gábor művészettörténész fog beszélni a szürrealizmusról és Vajda Lajos művészetéről. Emlékek, álmok, víziók címmel tartja meg az előadását. A kicsi gyerekek pedig montást fognak készíteni. Ez egy rendkívül izgalmas dolog, hiszen a saját arcukat fogják adni a montázsokhoz. A nagyobbak pedig László Zsófia múzeumpedagógussal, aki a Szép Művészeti Múzeumból érkezik, kollást fognak készíteni. Ez is egy nagyon érdekes dolog, hiszen a montázs kilép a 2D-ből, és háromdimenziósá válnak a műalkotások vagy alkotások. A mesematiné résztvevői kihasználták a jó időt, és a képek nézegetése mellett a szokásos mesét a jó levegőn hallgathatták meg a gyerekek, és még egy kis éneklés, játék is belefért az udvaron a programba. A múzeumi műhelyben pedig a montázsok, kollázsok készítéséről tanultak a fiatalok. Honnan szedhette ezeket Vajda Lajos, ezeket a kis kivágott darabkákat? Hát lehet egy filmes plakát is, bár eléggé picike filmes plakátokon nem szoktak ilyen egészen, de inkább egy újság, egy sima hétköznapi újság valószínűleg. Ezeket kivágta. Szerintetek hogy csinálta, hogy először kivágta ezeket az újságdarabokat, fölragasztotta, és utána rajzolta köré ezt a rajzot, vagy fordítva? Fordítva. Azt mondjátok, hogy először lerajzolta ezt a dolgot, és utána beleragasztotta ezt a két újságpapírt? Igen, valószínűleg így történt. Mi most egy kicsit másképpen fogunk dolgozni. A mi kiinduló pontunk az mindig valami olyasmi lesz, amit ott az újságokban találhattok majd. Újságból fogunk kivágni különféle motívumokat. Ugye, amit ő itt talált, ez valamiféle ilyen keresztszerű dolog, egy ilyen út melletti kereszt, mert hogy ugye, ami a képen van,
az is az, csak az egyik az rajz, a másik pedig fotó. Amíg a gyerekek játszva tanultak, addig a felnőtteknek a Magyar Tudományos Akadémia doktora tartott előadást. A szürrealizmus és a szentendrei művészet kapcsolatáról beszélt az érdeklődőknek. Bár hivatalosan nem volt szürrealista csoport Magyarországon, ennek ellenére pont itt Szentendrén a 30-as évek közepén Vajda Lajos és Kornis Dezső megteremtette egy nagyon sajátos, rendkívüli és Európában is unikális egyedi szürrealizmust, és hát erről fogok még beszélni. Itt ebben a múzeumban többször voltam már, és bevallom, hogy egyik kedvenc helyem, úgyhogy azt gondolom, hogy pontosan ez az egyszerű ház, majdnem csak szegényes kopott épület tökéletesen felidézi és Vajda művészetét, és segít talán abban való elmélyülésben is. A Szabad Egyetem májusban egy előadással folytatódik majd, akkor a Malomban nyíló Zóbel kiállítás lesz majd a helyszín és a téma is, az előadó pedig dr. Rockenbauer Zoltán művészettörténész lesz. A következő alkalom az most már majd a Szentendrei Művészetmalomban lesz, az újonnan nyíló időszakos Zóbel Béla kiállításhoz kapcsolódóan. Nem akárki jön hozzánk, dr. Rockenbauer Zoltán fogja megtartani az előadását, nem csupán Zóbel Bélának a művészetéről, hanem a nyolcakat fogja bemutatni, és ehhez kapcsolódóan fogja bemutatni Zóbel Béla művészetét, de kit fogunk tekinteni az irodalomra, a zenére, tehát egy rendkívül komplex és nagyon szép előadás lesz. Itt mondanám el, hogy ott még nagyobb izgalommal tekintünk a dolog elé, hiszen most már tudjuk, hogy késik a kiállítás megnyitása, tehát még akkor kellene megtartani az előadást, amikor még nem lesz teljes mértékben fölinstallálva a kiállítás. Így tehát a látogatók majd azt is megnézhetik, hogy hogy készül egy kiállítás. A Szabad Egyetem előadásai mindenki számára ingyenesek. A szervezők mindössze azt kérik a résztvevőktől, hogy előre regisztráljanak be. Utánpótlás kupát tartott péntek délután a Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület. A több mint 100 fiatal atlétika és úszás versenyszámokban mérte összetudását. Az egyesület 2005-ben alakult. Alapvető célkitűzésük, hogy segítsék a laktanyában dolgozó, valamint a kiképzésen résztvevő hivatásos, szerződéses és hallgatói állományt fizikai felkészültségének megteremtésében és szinten tartásában, valamint lehetőséget biztosítsanak ezen állomány, illetve családtagjaik egészséges életmódra neveléséhez. Lehetőségeikhez mérten több szakosztályban is biztosítják a magas színvonalú utánpótlás nevelést. A péntek délutáni versenyen a különböző úszóversenyszámokban, illetve atlétikai ügyességi feladatokban bizonyíthatták tudásukat a résztvevők. A Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület és a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia legközelebbi közös rendezvénye a 13. Kinizsi Szentendrei utcai futóverseny lesz, ami egyben kistérségi iskola bajnokság is, amit május 10-én tartanak a Postás strand melletti kerékpárúton. A Szentendre ma adását látták. Maradjanak továbbra is velünk, hamarosan kezdődik a 7 embere című magazinműsorunk, melyben dr. Dietz Ferenc polgármesterrel készült beszélgetésünket láthatják. Hírmagazinnal legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, ahol friss híreket is olvashatnak, de csatlakozhatnak Facebook oldalunkhoz is. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!